Nem mindennapi előzmények után lépett pályára több mint fél év szünet után bajnoki mérkőzésen a nyíregyházi csapat. A felkészülést két hetes karantén szakította meg, és mindössze két edzőmeccset játszottak a cápák. Siska János együttese úgy kelt útra Bajára, hogy indulásig nem érkeztek meg a kötelezően elvégzett koronavírus teszt eredményei. Mivel a hazaiak nem mentek bele a halasztásba, két lehetőségük volt a vendégeknek, vagy nem állnak ki és bukják a meccset, vagy Baján elvégeznek egy gyors tesztet. Az utóbbi mellett döntöttek, és a negatív eredményeknek köszönhetően pályára léphetett a Busz Ivánt és Mokánszky Mátét nélkülöző Nyíregyháza. Az első negyed 20-20-szal zárult, majd a nagyszünetig egy pontos előnyre tett szert a házigazda. A fordulás után nőni kezdett a különbség, és a záró 10 percet már 8 pontos előnnyel várt a Baja. A vendégek azonban kapaszkodni kezdtek, és végül a jól sikerült hajrának köszönhetően egy küzdelmes, pontszegény mérkőzésen 3 pontos győzelmet adattak a két cápák. Arra számítottunk, hogy nehéz mérkőzés lesz, arra is számítottam, hogy szoros eredmény fog születni. Arra nem számítottam, hogy ilyen nehezen fogunk tudni nyerni, de az a lényeg, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Oda kell figyelni arra, hogy a fiúk előképpen pihentetve legyenek, és a végére ne fáradjanak el, bár így is elfáradtunk, de lehet, hogy a Baja még fáradtabb volt, mint mi. Egy nagy irányú mérkőzés volt, sok olyan falttal, amit nem fújtak le a játékvezetők, és talán azért született ez az eredmény, hiszen 62 pontot dobtunk, 59-et kaptunk, ez is régen volt már, de úgy gondolom, hogy összességében nézve a mérkőzés megérdemelten nyertünk. A 11 pontig és 9 lepattanóig jutó Mohácsi Máté 6 év szünet után játszott ismét bajnoki meccset nyíregyházi szerelésben. A 30 esztendős kosaras elmondta, minek köszönhető az, hogy az utolsó percekben maguk javára tudták fordítani a mérkőzést. A rutinnak leginkább. Talán a bajok egy kicsit elhitték, hogy megnyerhetik, és nekünk jöttek azok az idősebb kulcsjátékosaink, akik ilyenkor magukra vállalták az adott helyzetet, és hátukon vitték a csapatot. Nagyon fontos pillanatokban születtek, nagyon fontos hárompontosok, jó védekezés, a zónavédekezésünk működött, tehát az utolsó 5 percben tényleg a rutin és a szív döntött. A nyitófordulóban még két meccset játszottak le, a PVSK 2 70-67-re nyert az MTK Elit Basket ellen, a Vasas Akadémia pedig 95-90-re verte a Pécsi Rádgéber Akadémia csapatát. A nyíregyháziak pénteken Hep-Hupa mérkőzésen az MB2 és Deac 2 otthonában lépnek pályára, a bajnokságban pedig jövő pénteken a PVSK ellen mutatkoznak be hazai pályán a kék cápák.